Március 5-én rendezték meg a Hawk Strike 2020 két nemzeti gyakorlat média napját. A kiképzési eseményt a Stepaccio 2020 gyakorlat részeként február 24-e és március 6-a között rendezték meg Magyarországon. A Magyar Honvédség részéről elsősorban a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár, a Szolnok helikopterbázis, a Bakony harckiképzőközpont és a Bocskai István lövészdandár katonái vettek részt rajta. A látottakat értékelve Sánta Gábor ezredes, a különleges rendeltetésű dandárparancsnoka kiemelte, már másfél évtizedre tekint vissza a különlegesek és az amerikai hadsereg együttműködése. Igaz, most megfordultak a hagyományos szerepek. A dandár már 2005 óta együttműködik az amerikai féllel, tehát nagy mértékben ismerjük egymás eljárásait. Ami ennek a gyakorlatnak egy kiemelkedően fontos eleme volt, hogy az amerikai fél, ugye a gyalogos század nem volt teljes mértékben erre felkészítve, erre a feladatra, és ugye az elmúlt években mi kaptuk az amerikaiaktól a kiképzéseket, erre a konkrét feladat végrehajtása viszont mi készítettük fel az amerikai katonákat. A magyar különlegeseket szállító helikopterek a 3. harci helikopter dandártól érkeztek, melynek parancsnoka Kenneth Ferguson alezredes azt is elárulta, helikopteres szemszögből mi számít a legveszélyesebb területnek egy ilyen műveletnél. A legbonyolultabb pillanatok azok voltak, amikor a repülőgépeknek ki kellett válni a kötelékből a feladatuk végrehajtásához, illetve amikor visszatérnek a kötelékbe. Nehéz minden egyes mozgásra, minden mozzanatra odafigyelni. Az olyan légirohan műveleteknél, mint amilyen a mai is, három külön leszálló helyet használunk. A főerőknek, a támogató és a blokkoló erőknek. A helikoptereknek a kötelékből kiválva kell megközelíteniük ezeket, majd a felszállás után ismét vissza kell térniük oda. Mindezt nagyon rövid idő alatt végrehajtva. És mindeközben arra is figyelni kellett, hogy hol vannak a légifedezetet nyújtó Mi-24-esek. Könnyű volt a magyar katonákkal együtt dolgozni, tanulni. A nyelv sem volt akadály, s rengeteg módszer is közös ma már. Így értékelte a gyakorlatot a végrehajtók szempontjából Daniel S. Bédőr százados. A legveszélyesebb pillanatok az ehhez hasonló műveletek során mindig azok, amikor, ahogyan mi mondjuk, megvetjük a lábunkat, azaz behatolunk a településre a feladat végrehajtásának elején. A helikopterek nem mindig tudnak a háztetőkre leszállni, ezért a leszállóhelytől 100-200 métert kell megtennünk, hogy behatoljunk a településre, és közben nyílt területen haladunk át. Nem csak a különleges rendeltetésű dandár újoncainak, de az együttműködő amerikai századnak is új volt a most végrehajtott feladat. Szerencsére a dandár alaprendeltetései közé tartozik a szövetséges és baráti erők képzése is. Amerikai szakasznak egy hatalmas újdonság volt, mint sok újoncnak a mi alakulatunknál. Nekik is hozzá kellett szokni a forgószárnyas helikopterekkel való művelet végrehajtáshoz, és gyakorlatilag együtt a két fél végezte a kiképzést, és jutott el arra a szintre, hogy ma ezt a műveletet közösen végre tudtuk hajtani.